Sziasztok! Majd nagyon különleges videót hoztunk el nektek, hiszen az elmúlt napokban volt lehetőségem Diogo Jota ellen játszani, és tartottunk egy ilyen kis training sessiont Diogo Jota e-sport csapata ellen. Az S-nek pedig az volt a fénypontja, hogy én játszottam egy 1v1 mérkőzés ellene, és mivel rengetegen kértétek Twitch-en a komment szekcióban, hogy tegyük fel egybe ezt a mérkőzést, ezért ennek eleget téve ezt elhoztuk most nektek YouTube-ra is. Megjött a mester. Na jó. Várjatok, akkor felülünk. Ugye láthatjuk a képernyőn, hogy milyen csapata van. Ha jól tudom, akkor a profi játékosok kaptak egy ilyen speciális Mbappé kártyát, és mellé még három ikont. Így nem volt nehéz egy olyan keretet összehozni, amivel fel lehet venni a versenyt, és azért ismerjük Diogo Jotát, egy nagyon kompetitív jellegű játékos mind a pályán, mind a FIFA-ban, és nem egyszer csinált már mondjuk tavaly 30-0-ás weekend ligeket, szóval nagyon készültem erre a meccsre, és az elején már 100%-os fókusztal figyeltünk arra, hogy igenis, ne törjön borsot az orrunk alá Diogo Jota. Akkor ám lesz, Freddy. Azt láttátok azt az Mbappét amúgy? Na gyerünk. Tudnám, miért ilyen lassú a gameplay amúgy. Ismeri a figurát? Ne! De jó, de búz! Elnyomjuk, nincs gólöröm. Jó, mondjuk így könnyű volt lenni, hogy nem volt nála a labda. Szóval így egy... kis esélyünk volt. De figyelni kell. Elég korán sikerült megszerezni a vezetést. És... hát... így a legegyszerűbb növelni az előnyt, hogyha gyorsan szerzünk még egy gólt, és már a 11. percben két góllal vezettünk, bejöttek a számításaim, két gólos előnnyel kezdeni a mérkőzést, egy nagyon kényelmes helyzet. Megmondom őszintén, hogy kicsit tartottam attól, hogy Jota rám akarja majd erőltetni a játékát, de 2-0-nál megnyugodtam, és azt vettem észre magamon, hogyha itt most nagyon elszáll velem a ló, és itt most mondjuk itt 5-6 góllal vezetnék, és nyernék, akkor az nem biztos, hogy egy jó reputációt adna nekem. Szóval próbáltam egy kicsit visszavenni a tempóból, próbáltam egy kicsit elvinni ezt az egészet egy jó meccs irányába, mert itt már tudtam, hogy azért nyerekbe vagyunk, és hol fog menni a játék. Nem akarom elhinni. De amúgy szívesen adok Zsotáéknak tippeket, hogy milyen hatékony szögletvariációim vannak. Lehet, hogy tudnák hasznosítani.
Jó, ez kicsit erős volt. Mert a Trent az... az ért hozzá. Húztuk. Kaj felsesnyi. Kösz. Itt volt az első nagy hibám, amikor sesnyivel próbáltam kidobni Hakiminak, viszont nem odadobta a gép, és ezt a lehetőséget könyörtelenül kihasználta Diogo Jota. Igat profi módon egy emelést hajtott végre Cristiano Ronaldóval. Barátja ismeri személyesen, és tényleg mai napig durva belegondolni abba, hogy Diogo Jotával tudtam játszani egy FIFA mérkőzést tudatosan, leszervezve, nem véletlenül. Úgyhogy előtte lévő nap még a Bajnok Ligájában játszott, és az Atlético Madrid ellen nyertek pont. Ezért lövünk egy gólt, de elnyomjuk! Respekt! Respekt van! Kicsit több Instagram követője van, mint nekem. Még. Jézusom, látta amúgy a Domination eSports csatornán a szöglet és szabadrugás variációs videót? Ez megint mi? Vegyük ki onnan, igen. Ne, Ginola, miért ilyen körülményesen csinálod? Indulj el! Dembélé amúgy hogy visszaért? Nem búz! Egy csodálatos becenterezés volt. Beadtuk oda az üres területbe, és Dembélé. Csodálatos befejezés. Egy szögletfigurát, léci! Á! De nem azt a csárt nyomom. Mindegy. Jó, kellett a kis fal, de okos. Ott már kiléptünk. Kaptunk egy gólt, Marquinhos-szal kifutottunk, mint Zrinyi. Nyilván ez nagy hiba volt. Elszámítottam magam, de könyörtelenül kihasználta ezt a hibát Diogo. 4-2 lett. A második fél időnek a közepe felé, én azt mondom, hogy átvette az irányítást, nem akarom azt mondani, hogy átengedtem, mert nyilván én is próbáltam támadásokat felépíteni, de itt egy új fokozatra váltott Jota, és azt lehet látni, hogy kihasználta azokat a hibákat, illetve labdaeladásokat, amiket itt elvétettem. Nagyon kapkodtam amúgy, azt vettem észre magamon, hogy sokkal türelmesebben építettem fel a támadásokat a első fél időben. Lehet, hogy egy kicsit elvitt a játéknak a heve, illetve az, hogy ennyire jól ment a game. Bökő! Ne, Gini! Szép. Á, védekezésünk most extra. Nem adnánk el ennyi labdát, még jó is lenne, mert ezek amúgy full feleslegesek.
Az igen. Az nem volt csúnya. Ne. Ne. Hol a Domi? Hol a Domi? Ne! Aj, de rossz! De rossz, hogy ebből a helyzetből nem tudtunk gólt lőni. Na, az lett volna az extra. Az baj. De nehogy már, nem. Gyerünk. Push, Domi. Push. Hallal! Te nagy papír! Na jó van, Csinola. Be is görcsöl az emberünk. Jézusom! Mi történik itt? Azt olvastuk. Azt meg ő olvasta. Azt meg én olvastam. Nem, ez a Ginola, ez kész. Savbázis. Ne. Atyhelyig. Ez a vége, ez olyan érdekes volt. De óriási GG. Ez nekem amúgy iszonyatosan nagy megtiszteltetés volt. Még hogyha tényleg a gólok azok volt benne egy kis szerencsesütés, de ez amúgy nekem tényleg nagyon nagy szó, hogy a Zsota ellen tudtam ilyen meccset tolni. Meg is mutattam megint a gólokat. Szerettem ilyenkor amúgy megnézni a mérkőzéseimet. Látom azt, hogy mikben voltam jó, látom azt, hogy nem hibáztam, és akkor sikerül a következtetéseket levonni a következő úgymond edzőmérkőzésre vagy majd versenyre is. Hogy ja, ezek jó dolgok is, ajánlom nektek is. Ha úgy van és tudjátok rögzíteni a weekendling mérkőzéseiteket vagy akár a versenymérkőzéseiteket, akkor nyugodtan elemezzétek, nézzétek meg, hogy miben hibáztatok, és lehet, hogy legközelebb majd tapasztaltabbak lesztek. Igen, meg azért be voltunk szorulva. Ott kiléptünk a Márkinyosszal, de pont egy ilyen hülye fault miatt tudott letámadni minket. Köszönöm szépen, hogy megnézted a Diogo Zsota elleni mérkőzésemet. Remélem tetszett a videó.